István, Kismányok polgármestere elmondta, ez már a harmadik alkalom, hogy megrendezték az eseményt, ami nagy népszerűségnek örvend. Évről évre programokat nyújtanak a család összes tagjának. A gyerekeknek lent a Székelyportán felállítottunk egy kis készlettekeretős körhintát, kézműves foglalkozásokat tart a Kercsó család, illetve Bátaszékről jött a Szegedi Dezső, ő pedig ilyen kis egyszerű népi játékokat mutat be és lehet kipróbálni nála, illetve a Csűrben felállítottunk egy kis mozit, ahol ilyen székely vicces meséket lehet nézegetni. A színes előadásokat az este végén egy szokásos táncházzal zárják. Úgy szokott ez történni, hogy ugye először aki kiáll a színpadra, bemutatja a viseletét, honnan érkeztek, bemutatkoznak, és akkor igen, zenés-táncos program, illetve most Szászvárra jött egy csoport, ő egy színdarabot fog bemutatni. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke beszélt a viseletről. Amikor az ember azt felhúzza, megváltozik vele viselkedése, egyénisége is, valamint ősei előtti. A bukovinai viseletekkel kapcsolatban ugye volt a hétköznapi viselet, aminél egyértelmű volt, hogy olyan jellemzők voltak, például a kendőnek a megkötése például, akkor maga az anyaga is olyan volt, amit mélyes napú, tehát mindennapi használatra használtak, illetve volt az ünnepi viselet, ugye, ami favilágos szoknyától kezdve, tehát lehetne sorolni. A székely ruhadarabok színvilága tükrözi a hölgyek korát is. A piros, tehát az élénk szín, piros ugye minél fiatalabb volt. A kislányok ugye azok hordták tulajdonképpen azokat a színeket. És ahogy idősödött, akkor minél inkább sötétebb volt az a hímzés, például a szedettingről beszélve. És ahogy már tényleg nagyon idős volt, akkor már csak fehérbe jelentez meg. Tehát a kornak megfelelően mindenképpen. Tehát ugyanúgy a szoknya hossza is. A viseletnapja különleges értékrendet és hangulatot hordoz, amit a fiatalabbaknak érdemes és hasznos megtapasztalni.